1995. november 28-a, kedd. A Vágóhídi dízelműhelyből kiérkező Bobó a Kvassai úton halad keresztül, hogy a Vágóhíd állomás szabaddá váló első vágányán majd elhaladjon a Kén utcáig. Itt még a 852-es M9-e utolsó napjait látjuk a Ráckevei vonalon. December 1-ével leállították. Ez volt az utolsó M9-e egység, ami a Ráckevei vonalon közlekedett, és külön érdekesség, hogy máshol már ő utána nem is közlekedett. Csepere szállították, ahol később selejtezték és szétbontották. No de, visszatérve a Bobóra, miért is van ő itt, és miért megy Kén utcához? Mert keddi naponként hév MÁV szállítások folytak, akkoriban szinte rendszeresen. Ezen a napon pedig életembe először elkísértem egy ilyen szállítást, elejétől a végéig. Akkor ott reggel Vágóhíd állomáson még én sem tudtam pontosan, hogy mi vár rám ezen szállítás alkalmával, de amit tapasztaltam, az minden képzeletet felülmúlt, megérte lógni a suliból. Közben pedig a 886-os M10-es csatolva a párjával a 887-888-al elindul Ráckeve felé. Akkoriban előfordult azért nagy ritkán Ráckevén is, hogy párban voltak a vonatok. Vágóhíd állomás ebben az időszakban még ugyan három vágányos volt, de a harmadik vágány augusztus óta már ki volt zárva a forgalomból. Gyakorlatilag az első és a második vágányon zajlott a vonat közlekedés. A harmadik vágány évekig árválkodott, míg aztán kiépítették, illetőleg egészen pontosan második vágány lett belőle, az első és a második vágányt pedig összevonták első vágánynak. Azóta a Vágóhíd állomás már csak két vágányú. A Bobóval viszonylag sokat kellett várakozni, egészen egy olyan időpontig, amikor két vonat között lehetett annyi hely, idő, hogy Kén utcánál át tudtunk járni a MÁV hálózatára. Ehhez kellett természetesen Erzsébet és Vágóhíd állomás engedélye is. A beérkező csatolt szerelvény nem véletlenül vánszorog gyászmenethez illő sebességgel. Ugyanis az ideiglenesen két vágányúra átépített Vágóhíd állomáson a váltókörzet kéziállítású volt, és 5, azaz 5 km per órára engedélyezték rajta az alkalmazható sebességet. Ez jelentősen lelassította a vágóidi állomási technológiát is, és mint látjuk, a hévek behaladása is valami borzasztó körülményes volt. Utasként 10 körmömet lerágtam, még megálltunk végre a peron mellett. Most, hogy az M10-es kihaladt a képből, jól látszik, hogy a Vágóhídon még ott van a váltókörzet mellett a régi torony. Akkoriban ott volt a forgalmi iroda, nem az állomás épületben, és akkoriban még ténylegesen forgalmi szolgálattevő teljesített ott szolgálatot. Két sárga, indulunk Kén utcához. Jól látható, hogy a Kén utcai peron mellett még nincs ott a ma már megszokott rácsos szerkezetű vasúti betonkerítés. Ez a 2001-es 150-es vonal belső szakasz felújításakor került ide a felüljáróval együtt. Budapest Soroksári útállomás a nagy 2001-es belső szakasz átépítés előtt. Maga teljes lepukkant valójában. Direkt ezen emeltem a suliba. Na, egy napot ráállt, ezt meg kell csinálni. Már E7-esek vannak. Aki egy kicsit is járatos errefelé, az pontosan tudja, hogy Soroksári útállomás 2001 ősze óta már nagyon nem így néz ki. Thank you.
bölcső. Ferencváros állomásig már átjutottunk, találkoztunk a 172-es Szergellyel, és megyünk tovább egészen Törökörre. Szemben a 1254-es V43-os, még világos szürke főkerettel. Természetesen itt is a helyünket vártuk. Mondhatnám, hogy a hévszállítás szinte utolsó között lett besorolva, de ez teljesen normális volt akkoriban. Nem tudom, hogy minek számolnak, csak a vasúti életet. Hát, még a az ÖBB 1014-esei, ahogy mi ismerjük őket a sziszik, a 90-es évek derekán élték fénykorukat. Azaz rengeteg vonatot hoztak el Budapestig. Igazából ők voltak a közvetlen kapcsolat, mert az átalakított 100-as gigantok természetesen nem tudták a 15 kV-os feszültséget, ezért ott a határon gép cserézni kellett. A 1014-esek, mivel mindkét áramnemet tudták viszont, gépcsere nélkül végig tudtak közlekedni a két főváros között, jelentős menetidőt megspórolva. Kőbánya felső állomásról a Királyvágányon át ereszkedünk le Törökör hév rendező pályaudvarra, amely a 90-es évek közepén még bőven létezett. Ma, amikor már a Királyvágányon is alig van forgalom, az ember könnyes szemmel nézi ezeket a felvételeket, ráadásul a 29-es villamos vágánykeresztje itt még egy élő kapcsolat volt. Azaz a villamos 96 őszéig még közlekedett. No, itt haladunk át a 29-es villamos pályáján, a Királyvágány villamos keresztjén. Vaslemez nem kell? Minek? Mi? Adok. Jó. Ezt nem őrzik a rendészek. Nem őrzik a rendészek. Nem, akkor majd. Ez pedig már Törökör hévrendező teherpályaudvar bejárata.
rengeteg leállított régi B-héves tehervagonnal, amik ekkor már régesség nem voltak használatban, de legalább fizikailag még léteztek. A teherpályaudvar vágányzata fölött pedig 1500 voltos hévrendszerű felső vezeték feszült, azaz a híves villanymozdonyok itt simán tudtak szerelvényeket rendezni. Oldalt még látható egy P-15-ös pótkocsi és egy M4-es motorkocsi, amely utoljára a Csepel határúti héven közlekedett 1978-as bezárásáig, onnan nyugdíjazták. Napjainkban mindkét jármű Szentendre állomás nyugati tárolójában várja, hogy egyszer talán valamikor majd lesz pénz a felújításukra. Ez az M10-a jobbról pedig a BKV Fehérüti főműhelyéből érkezett ide, a közvetlen összekötő vágányon. Szállításunknak ő lesz az egyik tárgya. Igen, kis hálás vagyok a sorsnak, hogy én még járhattam és filmezhettem Törökör teher pályaudvaron. A pályaudvar a 90-es évek végéig létezett, ma sajnos már irodaházak állnak a helyén, és a hév összeköttetést egyetlen folyamatos vágány szolgálja a vasút és a gödöllői hév között. Azt hiszem a tót, lengyel. Nem véletlenül nem történik jelenleg semmi. Várunk még valamire. Valami érkezik a gödöllői vonalról. Akkor én sem tudtam, mi lesz az. Törökörhév teherpályaudvar Albert Irsay úti kerítése mellett várakozott már hónapok óta a 263-as és a 264-es M8-as sorsára várva, pontosabban arra, hogy szétvágják. Sajnos itt volt az utolsó lehetőség, hogy még egy M8-ast megmentsünk az utókornak, elszalasztottuk. Maradt egyedül a 251-es. Az őrsvezértere felől a távolban föltűnt a 32-es L6-os mozdony. Na de vajon mit húz? Külön érdekesség megemlíteni, hogy ilyenkor ezen a szakaszon még aktív volt a hév felső vezetékrendszer. Azaz a villamos mozdonyok önerejükbe jutottak el az őrsvezérteréről Törökör hév teherpályaudvarra. Egy évvel később, 1996 novemberében már nem volt itt felső vezeték. Vajon hova tűnhetett? Legnagyobb meglepetésemre az L6-os mozdonyok, mert hogy hátul a 33-as meg tolja, egy vázig lebontott M900 szerelvényt hoztak ide nekünk Törökörre. Ez az M900 szerelvény a 813-607-814-es egység, amit évekkel korábban bevittek a Fehérúti főműhelybe, hogy majd korszerűsítik, erre azonban nem került sor, csak vázig lebontották, és aztán a szerelvény így maradt még évekig, míg végül el nem bontották. A fentiek miatt ez az egyetlen egy M900 szerelvény, amelyikről saját videóm forgalomban nincsen. Azaz, végül is itt is forgalomban van a maga nemében, de azért ez mégsem ugyanaz, mintha a Csepeli gyorsos úton rohangászna. Ezt az M9 egységet itt egyébként azért hozták, Szentendrére továbbítottuk a főműhelybe, mert az alatta lévő forgóvázakra szükség volt. Ezek helyett kapott, elhasznált, agyonkopott forgóvázakat, és ha jól tudom, nem sokkal később ezekkel se rejtezték le. Egy hét múlva, 1995. december 5-én már vittük is vissza Óbudáról Törökörre, de ez már egy másik videó témája, ez szintén fent van a csatornán.
Itt a Kerepesi útról az Albertisai útra fordul a szerelvény, hogy beérkezzen Törökör Hévteher pályaudvarra. A hévnek, vagy ahogy korábban nevezték, a B-hévnek összesen 3 L6-os mozdony épült, 31, 32 és 33-as pályaszámokkal. Ebből a 31-es 1992 óta Cinkot állomáson áll kiállítva, a 32-es a Szentendrei Múzeum lakója, a 33-as pedig Szentendre nyugati tárolón várja sorsának jobbra fordulását, de a lényeg, hogy mindhárom megvan még. Az a sárga épület jobb oldalt az Törökör teherpályaudvar felvételi épülete. Ma már ő sem létezik. Összezárjuk a Cinkotáról érkezett M9A vázat, a főműhelyből érkezett nagy egység M10A-val és az L6-os mozdonya, valamint a Bobóval, ami hévesberkekben DL16-os néven ismert. Elindulunk Óbuda állomásra. Csak betájolás véget, aki nem tudná, merre vagyunk, a háttérben balra az Expo szálló látható. Egyébként Hév, Törökör, teherpályaudvar szerintem maga nemében egy páratlan helyszín volt. Nagy kár, hogy elveszett.
32-es L6-os mozdony áramszedőit jól le kell kötni, lerögzíteni, nehogy véletlenül a MÁV vonalon való közlekedés közben felmehessen és hozzáérjen a MÁV-os 25.000 voltos felső vezetékhez, mert egy 1100 voltos egyenáramú mozdonynak ez bizony nem nagyon tenne jót. Nagyjából itt, ahol állunk, itt van a héves felső vezetékrendszer vége, innentől kezdve semmi nem volt a vágányok fölött, amíg át nem haladtunk a MÁV-os hálózatra. Nem véletlen, hogy pont itt kötötték le az áramszedőt. 37-es vonalára van, bizonyosan érted, látod? Ja. Miért? Pont a Királyvágány felé kitoltunk, megálltunk a 29-es villamos vágánykeresztjén, és innen indultunk Zugló, Rákos rendező, Angyalföld, Óbuda felé. Elég hamar engedtek, ez csoda volt. Kopár szavára majd állig állunk jeleget. Törökör teherpályaudvar látképe a nagyvasútról. Háttérben látszódott a két selejtezett M8-as motorkocsi, és azt is látjuk, hogy a másik L6-os mozdony, a 33-as bizony nem jött velünk. Ő itt maradt, és megvárta, amíg a 32-es visszajön Óbudáról. Igazán nem mondható mindennapi látványnak a Zugló megállóhelyen áthaladó M9A egység, pláne így vázra bontva, és ne feledjük, előtte ott van még egy csatolt nagy egység M10A is. Elől héves bobó, hátul pedig mi itt az L6-oson. Ezt a menetet kívülről is érdemes lett volna filmezni. Városliget elágazáson haladunk keresztül, jobbra a Mexikói út és a Kisföld alatti járműtelepe, valamint a 69-es villamos végállomása látható, már ha egyáltalán látható. Aztán jobbra fordulunk és irány Rákos rendező. Rákos rendező állomáson itt balra még láthatók a nagyon sokáig ott állomásozó, ott dekkoló, selejtezett mávos személy és teherkocsik. Iszonyat mennyiség volt itt, többet felgyújtottak, csövesek laktak bennük.
Aztán a 2000-es években szép lassan szétvágták őket és eltűntek. Ez pedig már a 2-es esztergomi vasútvonal, Rákos rendező és Angyalföld közötti ív, méghozzá itt még természetesen a régi nyomvonalán. A nyomvonal korrekcióra az esztergomi vasútvonal átépítésének apropóján a 2010-es évek végén került sor. Az új pálya tőlünk balra halad egy teljesen más sugarú ívben, a régi nyomvonalat meg természetesen réges-rég beszántották, talán fel se lehet ismerni. Itt már Budapest Angyalföld állomáson várakozunk arra, hogy Óbuda felől megérkezzen a tehervonat, és behaladhassunk az egyvágányú pályaszakaszra, hiszen az esztergomi vonal innentől akkoriban Esztergomig végig egyvágányú volt. Nem kell nagyon szemfülesnek lenni ahhoz, hogy észrevegyük, hogy Angyalföld állomás ma már nagyon nem így néz ki. Amióta átépült az esztergomi vasútvonal, azóta Angyalföld állomáson aluljáró, magas peronok és természetesen mávos rendszerű felső vezeték is van. Azon ritka felvételek egyikét látjátok, amelyet a régi újpesti vasúti hídon készítettem vezetőállásból. Jó, tudom, itt előttünk van szorosan egy M900 szerelvény, de talán így még inkább kuriózum a felvétel. Sem a híd, sem pedig az előttünk lévő szerelvény nincs már meg réges-régen. Ez pedig már Óbuda vasútállomás. Jól látható, hogy a vágányok fölött ott a hévrendszerű felső vezeték, és a hévek áramszedője bizony-bizony fent van. Azok működnek. A Szentendrei főműhelyből érkezett 913-914-es M10-ák is egységet cinkotára kell továbbítani, amit hoztunk nagy egység M10-á és a vázig bontott M9-á pedig a Szentendrei vonalra, a Szentendrei főműhelybe megy. A pályamunkagépet Kőbánya Kispestre fogjuk vinni. Yeah.
Van egy ilyen közhely, hogy régen minden jobb volt, és ez az esetek nagy többségében nem föltétlenül igaz. De amikor elnézem az Óbuda vasútállomáson önerőből mozgó hévszerelvényeket, még akkor is elérzékenyülök, hogyha tudom, hogy ma már mávos rendszerű felső vezeték van, és ez viszonylag nehezen lenne megoldható. Persze, semmi nem lehetetlen. Közben pedig a Szlovákia felé érkező Gerecse nemzetközi személyvonat halad csörgővel Budapest nyugati pályaudvar felé. A 7.33-as héves Bobo egyébként napjainkban is üzemben van, annyi különbséggel, hogy ma már kicsit más a zöld árnyalata, és egy nagy fehér csík van körbe a mozdonyon, egy kicsit dizájnosabb. Mindennapos látvány. A klasszikus régi hév M10-a utastér. Igaz, hogy a műbőr ülések már nem pirosak, de még magas paravánfalakkal és átjáró ajtókkal a kocsik között. A friss főműhelyes 914-es pályaszámú M10-a motoron a régi újpesti vasúti hídon. Kár, hogy fénykép nem készült. Várja, nem vagyok ott! Ismét a ma bizonyos régi nyomvonalon Angyalföld és Rákos rendezőállomások között. Innentől vészesen rövidülni fognak a jelenetek, hiszen a kamera akkumulátora sajnos a végét járta már.
visszaérkeztünk Törökőrhév teherpályaudvarra. Az M10A és a két L6-os Cinkotai végállomással haladnak majd az őrsvezértere Gödöllői vonal felé. Mi pedig a pályamunkagéppel Kőbánya Kispestre fogunk még kiruccanni. Ha valaki esetleg nem ismerné fel, ez Kőbánya Kispest, pontosabban még a régi Kőbánya Kispest, ahogy a metróperomból is azt láthattuk. A pályamunkagép itt leakad, és önerejéből bemegy majd a Kőér utcai metrótelepre. Mi pedig innen szólóban, tehát gépmenetben, irány Ferencváros, Soroksári út, Kén utcai átmenettel, Pesterzsébet felsőállomás, ahol a Bobó és a MÁV szállításos csapat mai napi szolgálata véget ér. A Kőbánya Kispestről Ferencvárosba tartó vágány töltése mellett jobb oldalt nagyon jól kivehetők a Kőbánya Hízlaló, Kőbánya Kispest vonalszakasz vágányai. Itt még megvoltak. Itt pedig a vágóhídi dízelműhely területe látható, ahogy mások hívják Vágóhíd kocsiszín. Ma itt a Kvassai úti átkötés van. Ez pedig közvágóhíd állomás fentről, a 961-es M10-ával. Pesterzsébet felső állomás harmadik vágányán pedig ott várakozik a Vágóhídról száműzött tartalékszerelvény. Ha még megvolt a három vágány, ez délutánonként Vágóhíd állomás első vágányán várakozott. Aztán kiszorult Erzsébetre, egy idő után pedig meg is szűnt. Végül pedig félreállunk Pesterzsébet felsőállomás első vágányára a két L7-es Tigris mellé, a gépet leállítjuk, és a dízeles szolgálat a mai napra véget ért.